A kezdetek óra az expresszionizmus érdekelt erősen. Akkor átmentem a szürrealizmusba, a szürrealizmusból a szimbolizmusba, és akkor a 90-es években kezdődött el ez a világ, ahol így leegyszerűsítettem a formákat, elhagyom az emberi figurákat, ma azelőtt emberi figurákat festettem. És úgy érzem, hogy a csúcsosodáson, tehát ide ez az, ahova eljutottam, mert azelőtt ilyen illusztratív képzőművészetet folytattam, tehát mindent el akartam magyarázni a képen, tehát az emberek mellé csomó tárgyat, tájat, mindent felvonultattam, hogy úgy éreztem, hogy nem tudom elmesélni az sok mondani valómat, és ezek olyan illusztratívá váltak ezek a munkák. Itt pedig minden le van egyszerűsítve, egyszerű formákkal dolgozom, és arra késztetem a nézőt, hogy a képeimnél meditáljon, tehát ne a szájbarágást érezze, hanem azt, hogy egy elvonatkozott forma mit tud neki sugalni. Hát először is abból indultam ki, hogy a válogatáskor, hogy a fekete és a barna színek domináljanak a munkáimon, és akkor ezeket a színeket gazdagítottam, amit lehet látni arannyal, vörösekkel, kékekkel, zöldekkel, és fehérrel persze. Szokták mondani, hogy ösztönös festő vagyok, én az ösztönemre nagyon hallgatok. Tehát a belülről jövő energia vagy impulzus az viszi a kezemet. Tehát én azon nem gondolkodom, hogy azt a vonalat oda kell húzzam. Ez teljesen szabadon megy, belülről jövő, felszabadultam, tehát olyan extázisos állapot ez, amikor... Mert ezt megcsinálni úgy, hogy ezt kigondolni és oda tenni mindent helyre, az nem lehet. Ez a formavilág engemet elvitt a szobrászat felé is. Tehát emellett párhuzamosan szobrászkodom, és párhuzamosan rajzolok. Ki tudom élni magamat a művészetben ezzel a három műfaj segítségével. Egy kevert anyagot hordok fel a vászonra, amibe bele kerül, hát esetleg homok, márványpor, akkor műanyag dara, cement, por, stb. És akkor ezeket frissen kell megművelni, tehát a kötés előtt ezt mind meg kell mintázni, meg kell karcolni, tehát ezeket, amiket ilyen gesztusvonalakot, azt mind frissen csinálom, mert egy 10-15 perc után kezd az anyag kötni, és akkor eldurulnak, tehát akkor nem lehet ilyen szépen megművelni. Tehát egy gyors technikát kér, és 24 órai száradás után pedig kezdődik a festészet, tehát utána kezdem festeni. Akkor spekulálom ki, hogy most már körülbelül milyen színtónusban fogom tartani az egész kompozíciót. Ezek a drámai színek is a gyerekkoromban vezethetők vissza. Tehát nekünk részünk volt a kitelepítésbe, tehát a meghurcoltatásba, akkor az országot körbejártuk, édesapámnak a munkahelye után kellett igazodni. Laktunk benne a Fekete-tenger mellett is, tehát tiszta új román környezetekbe is bekerültünk, és ezt a magyar kis faluból bekerült gyereket azért nagyon megviselt, és ezek mind megmaradtak bennem. De a színvilágom, még lehet, hogy a formák is azt sugalják, hogy itt bennem azért valami nagy dráma volt valamikor, és nem tudok ettől szabadulni, ez az igazság. És nem is bánom, mert így talán mélyebbek a gondolataim. Én úgy érzem, hogy sokkal többet és mélyebbet tudok adni a nézőnek ezáltal. Én úgy érzem, hogy most már szint közeledve a 70 évemhez, úgyhogy ez most már elérkeztem egy olyan stációhoz, ami nekem teljesen egy nagy elégtétel. Tehát az, hogy visszaemlékszem ezelőtt 40 éve mit csináltam, és most hova jutottam el, az egy óriási utat tettem meg. Nekem ez az első egyéni kiállításom Budapesten. Magyar városokban már több helyet volt kiállításom, úgyhogy Szentendrén, Szegeden, Veszprém, stb. De Budapesten egyáltalán nem volt. Számomra nem mindegy, hogy hol mutatkozok be ezzel az anyaggal. Ha a szakma ideje talál jönni, ha eljön, akkor hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, hogy egy kicsi vidéki erdélyi városban én ott élek, dolgozom, és jó úton haladok, vagy rossz úton haladok.